Nagyszerű évad, rengeteg inspiráló muzsikussal és kiváló produkciókkal, rendkívül fontos zeneművekkel várja a közönségét a Pannon Filharmonikusok. Továbbra is Bogányi Tibor jegyzi a zenekar szakmai munkáját. Többek között a novemberi bécsi koncert az, ami egy újabb állomás a zenekar életében. Erre nagyon készül a vezetőkarmester. Muzikferányban lépünk föl harmadszor, tehát tulajdonképpen egy kicsit már hazajárunk. Úgy, mint a Műpában tizen jó pár éve hazajárunk, most már bécsi muzikferányban is szinte hazajárhatunk. Emellett a nyitó koncertünk, ami ezen a héten van, a következő két hét múlva a Műpás nyitó koncertünk mögött álló Alissa Margulis művésznővel. Nagyon-nagyon várom az együttműködést, bele a salzburgi ünnepi játékokon játszottunk, és egy hihetetlen művész, de nagyon várom januárban az Olli Mustonennel való közös koncertünket, Grieg zongoraverseny, egy lángoló zongoristával, lángoló skandináv zongoristával, és Dohnányi második szimfóniáját. Majd Baráti Kristóffal is játszunk, ahol az összes Bartók hegedűre és zenekarra írt művet eljátszunk, tehát a két hegedű verseit és a két rapszódiát. Ez egy különleges vállalkozás. Minden egyes koncertet gondolom érezhető, hogy nagyon-nagyon-nagyon várok, mert ez az évad, ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy ennek a zenekarnak helye van a magyar zene életben, és hogyha valaha a 2-3 magyar zenekar marad csak fent a világon, az a Pannon Filharmonikus biztos, hogy benne lesz. Sok nagyszerű karmester érkezik a zenekarhoz az új évadban. Októberben érkezik például Keller András, aki nagyszerű építőmunkát végez, mondja Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Még ugyanebben a hónapban érkezik Krisztián Mandeál, egy a világ élvonalába tartozó román származású karmester, egészen releváció lesz, ami ott történik, úgyhogy megint csak szívesen ajánlom a közönség figyelmébe. Zsilberg Varga természetesen korábbi vezető karmesterünk rendre szerepet vállal a Pannon Filharmonikusok életében, ez idén is így lesz, és a következő évakban is egy hozzá rendkívül zenei nyelvében közel álló anyaggal, Bartókkal és Stravinszkijal érkezik majd hozzánk. A karmester felfedezéseink és partner kapcsolatainknak egy újdonsága Andrei Jurkevicssel, egy ukrán származású, a Milánói Szkálának ünnepelt opera karmestere. Ő többek között érkezik majd hozzánk, és egy Mahler szimfóniát szólaltatunk meg. Csak hogy a karmesterek közül a legvártabbakat vagy izgalmasakat említsem ebből az évből. Zeneművekből is bőséggel, Ötvös Péter anyagától, Ligeti György százig, hogyha a kortárs vonalt említem, de hát Mandel mentén említhettem volna Bachnak a fuga művészetét, ami nélkül a klasszikus zene, a szimfonikus zene, komoly zene, bármelyik, ezek nem ugyanazt takarják, de mégiscsak értelmezhetetlen ez a zenei anyag. Négy bérletsorozatban, négy felnőtt bérletsorozatban és sok-sok egyedi koncerten várjuk a nagy érdeműt, és valóban Bachtól a kortárs zenéig rengeteg unikális anyag kerül elő. Egy kontinuitás biztos van ebben, hogy mindegyik a legmagasabb minőségen szólal majd meg. Többek között újdonság még, hogy a legkisebbekkel, akik nem tudják végigülni a koncerteket a szombati Pannonikum hangversenyek alkalmával, az Ökokuckó Kreatív Kézműves Játszóházában profi pedagógusok játszanak majd, amíg a család többi tagja a koncertet hallgatja.